Úgy érzem, hogy az első fél időben, amíg azonos létszámban voltunk, nagyon-nagyon jó volt a labdabirtoklásunk, nagyon-nagyon eléggé könnyedén tudtunk helyzeteket kialakítani, annak ellenére, hogy borzalmasan szervezett volt a gyírmód. Utána viszont a játékosok mentálisan és fizikálisan beletették azt a melót, amire szükség van ahhoz, hogy egy emberhátrányos mérkőzést meg tudjunk nyerni, és még minőségben is nagyon komoly helyzeteket tudtunk kialakítani, annak ellenére, hogy emberhátrányban játszottunk nagyon hosszú ideig. Meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, a szünetben azt beszéltük, hogy sok idő van hátra, egy egész fél idő, okosan kell játszani, mert tudtuk, hogy azért kontrából gyors az ellenfél, és ki is nyíltunk, ez be is bizonyosodott sajnos. Azt gondolom, hogy ez nem volt benne, hogy kijövünk és csinálunk egy 11-2, egyértelműen mentálisan az ellenfelet hoztuk fel ezzel, magunkat meg egy kicsit lejjebb nyomtuk, de mondom, a videóton nehéz ilyen játékkal megverni.